Már kora reggel több mint 100 kondér alatt ropogott a tűz szeptember 9-én a birka és slambuc főző örömnapon. A hajdúszoboszlói repülőtéren a vasfazekakban a legkiválóbb ételek főttek. A legtöbb társaság bográcsában birka pörkölt és slambuc főtt. De voltak, akik paprikás krumplinak, töltött káposztának, csülöknek, illetve pacalnak gyújtottak alá. Rotyog a birka pörkölt a kondérban a birka és slambuc főző örömnapon. A hajdúszoboszlói reptéren már kora reggel a vasfazekak alá gyújtottak, így délelőtre a legtöbb helyen majdnem el is készültek az ételek. Farkas Sándor és népes családja nem aprózta el az ételválasztékot. Stílusosan racka pörköltet főztek, köretnek pedig slambucot. A família a kezdetektől folyamatosan közel 70 fővel van jelen az örömnapon. Nővérem, húgom, az egy gyerekei, meje, unokái, az egész család, így összegyűlünk, vagyunk 70-en, kijövünk egy napot átöltünk. Vágunk egy birkát, meg főzünk mellé, és slambucot, az a köret, ez a pörkölt, és iszottuk. Ez egy eredeti racka, birka, a csavacsarú, a hortobályi racka, az meg slambuc lesz. Füstölt szalonnával. Volt, mikor növendéket főszünk, mikor volt bornyunk, volt, mikor általában merinót szoktunk, mert abból van több. A racka ez már most kiöregedett, 10 éves volt, egy foga van, azt ide jutott. A család meg mostanában nem ért rackát, azt azért is főszünk, hogy rackát eszünk most. Mert a család nálunk gyuházdíjra, teljesen. De én, nagyapám mindenki volt. Én is voltam majdnem 20 évig, de most is birkával vagyok. Mink ebből ezt csináljuk. A slambuc főzés igazi szakértője Kisné Tisza Marika, aki szintén évtizedek óta ott van az örömnapon. Marika ezúttal a német nemzetiségi önkormányzat tagjainak készítette el a pásztorok menüjét. Ennek az a titka tulajdonképpen, hogy elsősorban a krumpli, a hagyma forró zsírban jó üvegesre ledisztolva. Hát természetes előtte kisütve a falatokra vágott kolozsvári szalonna, amit kiszedünk belőle, hogy ne puhuljon bele, mert őseinkben ne hagyták, mert hát ugye kint a pusztán, a határban, az megint más. És mikor már kész a teljesen a slamba, és a krumpli háromnegyedig meg van főve, akkor tesszük rá a házi tésztát, ezt hozzáteszem, és úgy, hogy a lé ellepje. És mikor már látjuk azt, hogy na szépen leűzön és lassú tűzön főzők, hogy nehogy leégjen az alja. És mikor már jól elitt a levét, akkor kezdjük el kavarni, és ezt ugyancsak szívvel, lélekkel, és mikor már jól összeállt, jól összefőtt, savát meg lehet kóstolni, aki akarja. Én csak úgy körülbelül szoktam mindig dolgozni az ilyesmikkel, úgy, és általában úgy szokott sikerülni. Kisné Marika slambucát, vagy ahogy annak idején a pásztorok nevezték, a tanyai levetlent dicsérték a német nemzetiségiek. Hogy ízlik ez a slambuc? Az nagyon finom a slambuc, nagyon finom. Még a pálinka az jó, pálinka az jó. Nem erősek a magyar ízek? Nem, az jó. Nem erős, az jó. Finom, finom. Az erős dolgokat jobban megeszi, mint én. Hát aztán ez a magyar konyak különben nevezetes. Minden is ismerik, akik itt voltak, németek, vendégek. Tavaly is itt volt egy sógornőm, ugyanígy ezen a napokon. Annyira ízlett nekik a magyar kaj, azt mondták, hogy ilyet még nem ették. Nem mondom, azért gyertek ide Magyarországra. Semmiféléképpen nem lehet összeállítani a német-magyar kaját. A magyarok kicsit pikánsabbak, kicsit erősek, és jobb ízűek. Itt több a változás a magyar kajában, mint Németországban. Ott egyszerű, van az a disznósült, meg stb. Itt bővebbek a kaják. Mondjuk a paprikás csirkét, akit nem szeretik, nem is nagyon ismerik jó formán, itt meg a népi ledel. Pláne nyári időszakban a paprikás csirke az minden ára. Nejemnek, itt minden ízli. A Hungaroszpa sátránál igazi illatkavalkát fogadott bennünket. Ők ugyanis a hagyományos paraszti ételek legjavát mind beletették a bográcsokba. Természetesen mindegyiket külön kondérba. Hát nagyon sok mindennel készültek a kollégák. Nálunk hagyomány az, hogy minden csoport külön-külön főz, és egymást megkínálgatják a főzött ételekből. Így fő, csülök,
birka, slambuc, láttam külön főtt csülköt, füstölt csülköt, tehát én azt gondolom, hogy egész nagy lesz a választék ma a Hungaroszpánál. És ez egy kiváló alkalom arra, hogy a családok, a munkatársak, a barátok itt összeüljenek, és végre ne csak a munkáról szóljon a dolog. Természetesen gondoltunk a dolgozó munkatársakra is, és nekik is fő külön bográcsban, és nekik pedig be fogjuk vinni a munkahelyre az ételt. Itt pedig már Fekete András helyi görög-katolikus parókus kavargatja a kolbászokkal tele paprikás krumplit. Az illata ennek is leírhatatlan. Most egy kicsit bajba vagyunk, mert a szakácsainknak éppen dolgozni kell, úgyhogy más készült volna eredetileg, ez most egy fékezett habzású lesz a vendéglátás, de ami nagyon fontos, hogy mindenki hozott valamit, és látszik az asztalon, hogy italok, sütemények, gyümölcsök mérhetetlen mennyiségben vannak. De azt hiszem, hogy nem is ez kell, hanem az, hogy együtt vagyunk és beszélgetünk. Eltöltünk egy 4-5-6-8 órát együtt, és ez mindennél többet ér. Az őségosság igazolódik be, hogy az embernek szüksége van emberre. Jó, a templom a találkozás helye, de ez egy másféle találkozás, egy közösségépítő találkozás, ahol nem feszélyez minket a templomnak az épülete, vagy éppen a misztikuma. Itt nyugodtan, lazán beszélhetünk olyan dolgokról, ami teljesen hétköznapi, ugyanakkor örömökről, bánatokról, és ez szenzációsan jó lehetőség. A finom ételek mellett a slambuc főző örömnap kulturális programjai sem elhanyagolhatóak. Fellépett például a Derűs Alkony tánc és énekes csoport, volt country bemutató, és természetesen a mazsoretteseink sem hiányozhattak a palettáról. A 24. birka és slambuc főző örömnapot Ceglédi Gyula polgármester nyitotta meg. A városvezető szintén már kora reggel óta kint volt a repülőtéren. Körbejárta a főzőket, beszélgetett az ismerősökkel, a helyi és más településekről érkező civilekkel. Elmondása szerint örömmel tölti el, hogy több mint 100 bogrács alá gyújtottak be az örömnapon. Azért fontos ez az örömnap nekünk, mert tulajdonképpen ez egy lehetőség, ez egy alkalom, hogy a szoboszlói emberek összejöjjenek, és egy kicsit a gőzt kiengedjék. Nagyon sokat dolgozik Szoboszló népe, lakossága, és azért ilyenkor már augusztus végére, szeptember elejére azért nagyon sokan elfáradunk, magamat is beleértve, és szükség van arra, hogy egy kicsit összetudjunk jönni kötetlenül, barátkozni egy kicsit, és ez nagyon fontos ahhoz, hogy a városnak legyen egy olyan ereje, kohéziója, amely nem csak az építkezésen, meg a beruházásokon, meg a hivatalos utakon, a hivatalos önkormányzati munkán, vagy más vállalkozókon keresztül valósul meg, hanem az embereknek a privát életében, a privát emberek is, hogy összetudjanak jönni, és mindegy, hogy valaki a Hungaroszpánál dolgozik, vagy az önkormányzatnál, vagy éppen egy magáncégnél, teljesen mindegy, nagyon sok ismerős van, barátok vannak, és ez most alkalom arra, hogy egy kicsit kifújjuk a gőzt. Hajdúszoboszló nyárzáró rendezvényén a jó hangulat természetes kísérője volt az ízek örömének.